Mondják meg, hogy mennyiért adják el a cégeiket, az lesz a legegyszerűbb. Ezt üzente Lázár János egy konferencián a külföldi tulajdonú építőipari vállalatoknak. Az építési és közlekedési miniszter nem kívánatos szereplőknek nevezte ezeket a cégeket. Hozzátette, a kormánynak az a célja, hogy vagy állami, vagy magyar tulajdonba kerüljenek. A híradónknak nyilatkozó szakértő szerint az állam szereptévesztésben van, hiszen alapvetően az egészséges verseny fenntartása lenne a feladata. Külföldi vállalatok és a külföldi építőanyag persona non grata. Hadat üzent a külföldi építési vállalkozóknak és építőanyaggyártóknak Lázár János az Évosz konferenciáján. Az építési és közlekedési miniszter azt szeretné, ha ezek a cégek távoznának Magyarországról. Lázár hozzátette, a kormány ezzel európai mintát követ, célja pedig Magyarország gazdagodása, a külföldi hegemónia letörése. Az építőipari szakértő egyetért a magyar cégek támogatásával, szerinte azonban egy vállalkozásnak a versenyképességével kell megdolgoznia a piaci előnyért. Akkor is versenyez, hogyha előtte abban azon a területen már 5 nagy munkát sikerrel elvégzett. 6-szorra is meg kell magát méretnie, ehhez kell az állam. Nem ahhoz kell az állam, hogy kiválasszon olyan cégeket, akik aztán versenyertesek lesznek életük végéig. A GKI igazgatója úgy látja, a közbeszerzési rendszer nem az építőipar egészét, hanem csak néhány nagy céget juttat helyzetbe. Ha külföldiek indulnak és a külföldiek nyernek, az azt jelenti, hogy ők jobb áron, jobb szolgáltatást nyújtanak. Ergo, amit a miniszter úr mond, az azt jelenteni, hogy a magyar vállalkozások vagy magasabb áron kínálják ugyanazt, vagy ugyanazon az áron kínálnak rosszabb szolgáltatást, és nekünk ez lenne az érdekünk. Hát ez viszonylag könnyen eldönthető, hogy nem ez az érdekünk. Ha több a hazai forrású építőanyag, több a hazai forrású alapanyag, amit be tudnak építeni minden egyes megépülő lakásba, akkor ez mérsékelheti az ingatlanok bekerülési költségét. Az ingatlan.com szakértője szerint így ugyanis eltűnne az árfolyam kockázat. Megkérdeztük a minisztériumot, hogy milyen eszközökkel szorítaná ki a kormány a külföldi cégeket, és mit szólna ahhoz, ha egy másik ország kormánya tenne hasonló lépéseket a magyar vállalkozásokkal szemben. A minisztérium híradónkkal mindössze annyit közölt. Lázár János tegnap mindent elmondott. Hát úgy látom, hogy jelentős veszteséggel zárják az idei évet. Hát az ember nem szokott veszteséges vállalatot fönntartani. Így utalt a miniszter a hazánkban működő külföldi szemengyárak helyzetére. Amikor itt jártak idén az Európa Parlament delegációja, ők azt mondták, hogy nekik a cégek maffia módszerekről számoltak be, titkos rendőrségi látogatásokról, és amik után érkezik egy telefon egy vételi ajánlattal. A cégek panaszairól született is egy cikk a német Spiegel magazinban. Erről Lázár János azt mondta, semmi értelme cikkeket írogatni a német sajtóban Magyarország lejáratásáról. Egyszerűbb, ha megmondják, hogy mennyiért adják el a cégeiket.